Come on. Thank you. Elérkeztünk végre idén is ehhez a héthez. Ha valaki nem tudná, hogy miről van szó, ez lesz a harmadik vagy negyedik év. Szerintem lehet, hogy már negyedik. Wow. Hogy Hello Week-et tartok. Ha valaki nem tudná, hogy mit jelent egészen egyszerűen, azon a héten, amelyik hétre Halloween esik, tehát október 31-e, egész héten ezzel a témával kapcsolatos minket készítek, inkább arcfestéseket. Viszont idén kibővítjük a témát, ugyanis a körmök is be fognak lépni ebbe a kis partiba, és amitől még izgalmasabb lesz az idei év, hogy ti rajzoltátok nekem azokat az arcfestéseket, illetve körmöket, amiket el fogok készíteni. Érkeztek nagyon jók, meglepően egy rugóra jár egyébként az agyatok, úgyhogy nehéz volt olyat választani, ami egy kicsit kilóg a tömegből, és egy kicsit extrább lesz. Nem szerettem volna teljesen ragaszkodni a tipikus halloweeni sminkekhez, a koponyákhoz, bár lesz olyan is, a tökös témákhoz, meg a véres dolgokhoz, úgyhogy egy kicsit másfelől közelítjük meg ebben az évben. Ahogy látjátok, a hajam alig fér bele a képbe, nagyon régen csináltam tipikus, rebekás, nagyon magas cofot, úgyhogy úgy döntöttem, hogy a mai napon ezt fogom tenni, bár oldalról és hátulról egy kicsit megkérdőjelezhetően néz ki, ugyanis nem elég hosszú még hozzá a hajam, de úgy éreztem, hogy most erre van szükségem. Úgyhogy nem is feltétlen szeretném egyébként tovább húzni az időt, ezt a sminket fogjuk elkészíteni ebben a videóban. Legalábbis ez lesz az alapunk hozzá, aztán meglátjuk, hogy mit hozunk ki belőle. Van pár új termékem is, amiket lehet, hogy be fogunk vetni, de semmi se dölt még el. Ugyanis a rajz alapján egy nagyon vázlatos elképzelésem van arról, hogy mit fogunk csinálni. Remélem, hogy készen álltok erre a hétre velem, gyertek egy kicsit közelebb, és kezdjük el az első sminkünket. Azt hiszem, hogy ez lesz az a közelség, ami az alaphoz nekünk tökéletes lesz. Primer már fent van az arcomon, úgyhogy bele is vágunk igazából az alapozóval az egész témába. Nem vagyok túl barna, lehet, hogy a hét folyamán valamikor egy kis önbarnítót be fogok vetni, de az nem ez a nap, sajnos. Úgyhogy első lépésben fogok használni egy Catrice True Skin Hydrating Foundation-t 004-es Neutral Porcelán árnyalatban, illetve vannak Douglas-os újdonságaim, nem sokára lesz egyébként egy nyereményjátékom Instán, ahol az egész pakkot megnyerhetitek, amit én is kaptam. És képzeljétek el, hogy elképesztően jó dolgokat kaptam a csomagba. Van belőle 3 vagy 4 kedvencem, ami... És ezek közül az egyik a Skin Augmentation Foundation. Fantasztikus. Új kedvenc. Hasonló fedésű, mint a Catrice, ami nagyon durva, mert ez egy extrém fedésű alapozó, viszont ez CC krémnek van írva. Nagyon jó. Kezdek rájönni, hogyha mindent ennyire el fogok mondani, akkor nagyon hosszú lesz a videó, úgyhogy ezt kicsit később kifejtem nektek valahol máshol vagy egy másik videóban, de most kezdjünk bele az alapozásba. Most, hogy az alapozással kész vagyunk, jöhet a korrektor rész, viszont nem tudom, hogy hogy fog kinézni, hogyha totálisan lekorrektorozom a szemem alját. Ugyanis, ahogy látjátok, oda is fognak menni lángok, viszont nem szeretném teljesen kihagyni se, úgyhogy arra gondoltam, hogy a külső és a belső részt, illetve a többi részt, ahol korrektorozni szoktam, azt meg fogom csinálni, viszont a középső részt azt megpróbálom csak nagyon lightosan, és talán köré fogom építeni majd a lángokat. Teljesen új orkontúrozási rutinom lett, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok rá, akkor nagyon szívesen csinálnék róla egy elég részletes videót, mert nagyon régóta szerintem ez a legjobb rutinom, ami volt.
mondatalkotással megint vannak problémák, úgy tűnik. Nem gondolom, hogy szeretnék külön primert használni a szemhéjamra, úgyhogy az a korrektor, ami belülről megmarad, azt eldolgozom az egész szemhéjamon, és azt fogom használni primernek. Így néz ki a teljesen egységes alap, amihez jöhet a fixálás, és itt nagyon-nagyon röviden szeretnék beszélni erről a kis fixáló porról, amit kaptam a Douglas-tól. Soha nem láttam még ilyet. Az a neve Skin Augmenting Hydra Powder. Soha nem hallottam még ilyenről, hogyha létezik egyébként más márkának is, akkor ezt légy írjátok le nekem a komment részekben, mert kifejezetten kíváncsi lettem erre a termékfajtára. Egy fixáló púder, ami, ahogy látjátok, por állagú, de ahogy felteszed az arcodra, nedves, és a bőrödön szárad meg, viszont a tégelyben is száraz, tehát menet közben lesz csak egy pillanatra nedves, nem mozdít el semmit a helyéről, olyan szinten ezt magyarul nem is tudom, elhomályosítja a bőrödet, a tipikus blurring púder, amit nagyon régen nem láttam, és ha nem fújod le fixáló sprével, akkor is valahogy sokkal természetesebb, mint egy rendes púder. A Douglas nem tudja, hogy benne van ebbe a videóba, úgyhogy köze nincs a szponzorált tartalomhoz, de tényleg nagyon meglepődtem. Ezen kívül tudjátok, hogy az ilyen púdereknek mindig van egy ilyen kis műanyag kupak a tetején, ami lyukacsos, és azon tudod vagy kiszórni a púdert, vagy az ecsetedet azon keresztül tudod belemártani. Na most ennél egy cushion van rajta, ahogy látjátok, egy ilyen kis háló, ami ugye a folyékony termékeknél szokott lenni, hogy pont annyira tudjál belemenni, amennyire szükséges. Púdernél még sose láttam, fantasztikus, nagyon tetszik. Kicsit bővebben majd beszélek róla, viszont ennyit mindenképpen szerettem volna elmondani, most pedig le fogom fixálni az egész arcomat. Tehát, ha fixálás után úgy nézek ki, mint egy frissen feltámadt hulla, akkor tökéletesen csináltatok mindent. Egy nagyon picit szeretném visszahozni azt a csodálatosan szép korrektor highlightot, amit egy kicsit talán eltüntetett a fixáló porunk. Úgyhogy az Essence Brighten Up Banana Powder maradványaimmal fogok highlighterezni azokon a részeken, ahol a kontúrt is használtam. És azt a púdert, amit felvittem, mindenképpen Beauty Blenderrel el is dolgozom, nem használok hozzá semmilyen ecsetet, nem hagyom rajta, szépen beledolgozom a már meglévő púderbe. Egy kis plusz lehet, hogy kamerán nem is látszódik, de egy nagyon pici pluszt ad. Ezután, mivel nem kaptam semmi plusz utasítást arra vonatkozóan, hogy a highlightot, illetve az arc többi részét milyen színekkel kellene csinálnom, nem szeretném túlságosan elvinni Halloween-be, inkább maradnék egy kicsit extrémebb smink útvonalon, hogyha valaki nem szeretne túl durva sminket csinálni, vagy inkább arcfestést csinálni Halloween-ra, az is meg tudja csinálni. Úgyhogy következő lépésben jöhet egy kis bronzer, ami a mai napon az Art Deco 404-es árnyalat, a Mineral Compact Powder-ből. És ehhez pedig egy nagy púderecsetet fogok használni, hogy minél eldolgozottabbak legyenek a kontúr, illetve bronzer vonalai. Különbség a két oldal közt, most megcsinálom a másik oldalt, és mehetünk tovább a kontúrozással. Bronzer kész, már sokkal-sokkal jobban érzem magam, és kezd összeállni az alapunk. Viszont szeretném elmélyíteni, úgyhogy szükségünk van egy kis kontúra is, amihez nem mást fogok használni, mint a Rimmel Natural Bronzer 002-es árnyalatát, és egy sokkal-sokkal kisebb ecsetet azért, hogy igazán precíz munkát tudjunk végezni.
valamiért a másik oldalon köztem, de így néz ki az egyik oldal, és jöhet a másik is. Bronzer után pedig jöhet az utolsó por állagú lépésünk az arcon, ami nem más, mint egy kis pirosító. Ez a Revolution Blush Hot Spice paletta, amihez egy pirosító ecsetet fogok használni, és próbálok egy kicsit ezekből a natúrabb színekből felvenni, ugyanis az egész sminkünk elképesztően hideg tónusú lesz a kékek miatt. És szeretném, hogyha ez az egész sminkben visszaköszönne. Szóval, következő lépésben biztonság kedvéért szeretném lefixálni az arcom, amihez a NYX Radiant Finish fixáló sprayt fogom használni, amit egyébként nagyon nem szeretek. Ahogy kifújom, próbálom megmutatni nektek, láthatóan csillám van benne. Hétköznap nagyon nem szeretem használni, mert ha valaki rendesen közel jön, akkor látható csillámdarabok vannak az arcomon, viszont úgy gondolom, hogy ide egészen jó tud lenni, úgyhogy ezt is fogjuk csinálni. Elképesztő egyébként. Messziről nagyon jól néz ki, csodálatos fényt ad az arcnak, viszont ha valaki közel merészkedik és meglátja ezt a mennyiségű csillámot, ami az arcomon van. Na, és akkor most értünk el ahhoz a részhez, hogy összegyűjtöttem ugye videó előtt az összes olyan palettámat, ami bármilyen kéket tartalmaz, és szeretném nektek megmutatni, hogy mivel fogunk dolgozni. A képen látjátok, hogy a szemhéj az egy fordított színátmenet, tehát belül lesz a sötét, kívül a világos, amit szívem szerint nagyon megfordítanék, viszont mivel a képen így van, így fogjuk csinálni. Egy tök szép kis tus van hozzá, és a lángok pedig világosabb kékek, úgyhogy sok fajta kékre lesz szükségünk. Elsősorban itt van nálam a James Charles paletta, természetesen, mivel ez egy szivárvány paletta, nagyon jó kékek vannak benne. Ezen kívül van itt nekem egy Revolution Forever Flawless paletta, amiben megint csak van három fajta kékünk, kettő inkább, viszont mind a kettő sima. Van itt nekünk egy megint csak Revolution Macarons paletta, amiben megint csak shimmer kékek vannak. A változatosság kedvéért egy Kylie Cosmetics Take Me On Vacation paletta, amiben szintén shimmer kékünk van. Matt kékekkel elég rosszul állok, mondhatjuk azt is, viszont a Kylie Cosmetics, azt hiszem, hogy ez a Peach paletta, elejtettem, és kettő hiányzik belőle, de látjátok, van itt egy gyönyörű királykék árnyalatunk, amit a szemhez valószínű, hogy nagyon jól fogok tudni használni. Még egy Revolution paletta a Flamboyance, nem jól mondtam egyébként, az előző Revolution paletta Utopia, és ez pedig a Flamboyance. Ebben is van egy nagyon szép sinárkék. Ja, és amit nem mondtam, van itt nekünk egy Karaya Cat Eyes Eyeliner 3, szerintem a Cat Eyes lehet a színe, bár fogalmam sincs, a lényeg az, hogy ha valamit rajzolni szeretnék, akkor ott van az is, és természetesen a Funny Face lemosható cream cake makeup, van itt nekünk egy ilyen kékünk is. Azzal fogok kezdeni, hogy megcsinálom magát a szemsminket, és abból fogjuk tovább vinni a lángokat. És akkor, ha jól sejtem, akkor belülre fog nekünk kelleni sötét kék. És úgy néz ki egyébként, hogy a szem az egész végig shimmer árnyalatokból épül fel, úgyhogy lehet, hogy alapból azzal fogjuk csinálni, lehet, hogy csak utólag fogjuk beletenni, elképzelésem sincs. A James Charles palettából ez a szín lesz, ez a két szín lesz majd a fő. Próbálom húzni az időt, hogy ne kelljen hozzákezdeni, de azt hiszem eljött az idő.
Jó Istenem! Élőben nem úgy nézek ki, mint kamerán. Okay. Nem szeretném, hogyha teljesen éles lenne a vonal, viszont azt se szeretném, hogy egy nagyon lágy, nagyon eldolgozott sminkünk legyen. Szeretném, hogyha egy kicsi éle lenne. Majd meglátjuk, hogy ez a gyakorlatban hogy fog kinézni, vagy hogy tudom-e kivitelezni azt, ami a fejemben van. Annyi az egyetlen problémám, hogy a képen fehér bőle be a kékbe van átmenetel, egy két színből, viszont egy nagyon kicsit szeretnék hozzáadni ebből a kékből, hogy mégiscsak azért legyen egy köztes színünk is. Úgyhogy most azt fogom felvenni. Most pedig jöhet a fehér szín, amit James Charles palettából próbálom meg felvinni, viszont ha nem vagyok vele elégedett, akkor elő fogom venni a Jeffree Star Cremated palettát, ugyanis abban van egyik legfantasztikusabb fehér. Nagyon-nagyon kicsit eldolgozom a szélét, hogy ne legyen olyan nehéz dolgom a fehérrel. Azt se tudom igazából, hogy mi a tervem ezzel a fehérrel itt kint. A kék elkezdett alakulni, ami már önmagában nem egy rossz dolog. Bár az, hogy annyira kettő fajta kéket használtam volna, az nem tűnik fel. Most jön az, hogy meg kellene találjam, hogy hogy lehet ebből a fehérből valami használhatót csinálni. Elkezdem megcsinálni a csillogós részt, és reményeim szerint, hogyha az megvan, akkor tudni fogom, hogy hogyan tovább. Nagyon szép. Van itt nekem egy csodálatos fehér shimmerem, kettő is, és azokat szeretném bevetni. Ó, ez lesz az. Jeffree Star Cremated. Wow, ezzel kellett volna kezdeni. Ezt a három fehér shimmert összekeverem, és ebből fogom megcsinálni az átmenetet. Így valami egészen használható végeredményt fogunk kapni. És ezekkel szeretném megcsinálni ezt a részt is. Illetve egy kicsit belenyúltam a Jeffree-s fehérbe. Egy picit erősebb a fedése, úgyhogy... Úgy gondolom, hogy a szemsminknek ez a része ez itt megáll. Tehát a képen nem volt kifejezetten kiemelve, de úgy gondoltam, hogy sötétkékkel kihúzom az alsó vízvonalmat. Ezután pedig jöhet a tus, amit egyértelműen kamerán kívül fogok megcsinálni, mert önállóan is szörnyű vagyok benne, nem hogy úgy, hogyha néztek is. Úgyhogy gyorsan ezt megcsinálom, utána pedig mehetünk a lángokra. Messziről olyan furán néz ki, de közelről esküszöm, hogy nem rossz.
Elérkeztünk ahhoz a részhez, amikor meg kellene fessem a lángokat. Úgyhogy elő is készítettem az itthon gyártott extrém vékony kis ecsetkéimet, és elkezdem felrajzolni. Van itt nálam egyébként egy Bobbi Brown-os Ultra Fine Eyeliner ecset is, és ezzel a kettővel fogok operálni, viszont ez a kettő egy kicsit túl sötét, de szerintem ezzel egész jól meg tudom csinálni, és utólag tudok majd rajta variálni. Szóval ezt be is jelöljük itt, és mondjuk a szemöldököm elejénél itt. Oké, kicsit jobban lejöttem, mint eredetileg terveztem, de nem baj. Kifejezetten kezd tetszeni ez a történet. Egy kicsit lettek volna összetartóbb lángok, de az egészet kitöltöm ezzel a színnel. Hogy a szemöldökömnél megállhattam volna egyébként. Egyetlen egy kérdésem per problémám van, hogy mit csináljak az aljával. Most vigyem le teljesen, és majd a pilla eltakarja, vagy nem tudom mi, de így sem néz ki jól, ott már odarajzoltam konkrétan a vonalat, úgyhogy szerintem leviszem, és akkor tök jó, hogy megcsináltuk ugye a kis satírt. Majd ezután arra gondoltam, hogy valami nagyon jó kis türkizzel szeretnék átmenni rajta, valami ilyesmivel. De valamit világosabb, sötétebb, egy nagyon kicsi színátmenetet szeretnék beletenni, hogy ne legyen ennyire lapos. Egy első körben azzal fogok kezdeni, hogy a belsejét elkezdem kitölteni világosabb színnel, mondjuk valami ilyesmivel. És a kitölteni azt nem is újjal fogom csinálni, mert nem azt szeretném feltétlen, hogyha nagyon csillogós lenne az egész, hanem egy ilyen lightos kis irizálást, valami ilyesmit. Mondja ezt, majd 2 perccel később teljesen elfedi az egészet. Viszont az Aqua Colorhoz fantasztikusan ragad egyébként csillogós szín. Következőnek ezt a színt fogom használni, és elkezdek színátmenetet gyártani. Az lenne az igazán menő, hogyha lángonként is lenne színátmenet, viszont az elképesztően sok idő lenne, és szerintem így is kicsit megbonyolítottam, úgyhogy nem szeretném még tovább. Ha valaki tényleg meg szeretné csinálni, akkor még
vállalható legyen. Váltok egy jelentősen kisebb ecsetre, és elkezdek kifele sötétíteni, amihez ezt az Aurora árnyalatot fogom szerintem felvenni. És ami egyébként az előbb mondtam, hogy tök jó, hogy nagyon könnyen tapad az aquacolorhöz, ez visszafele is igaz olyan értelemben, hogy a bőrömhöz pedig nagyon nehezen tapadnak ugye ezek a shimmer színek, tekintve, hogy full le van fixálva, és nincsen rajta semmi ragacsos felület. Úgyhogy nagyon jól ki tudom tölteni az apró részeket is. És utolsó színnek az egyik Revolution palettából a Trance árnyalatot választottam. Ezzel pedig vékonyan, legalábbis megpróbálok vékonyan, a szélén és a csücskökben fogok átmenni. Úgy érzem, hogy ez akkor lesz valóban nagyon jó, hogyha egy kicsit ki van emelve. Tekintve, hogy a fehér vonalat nem fogom tudni meghúzni, arra gondoltam, hogy feketével egy kicsit körvonalaznám, és akkor legalább az a vonal egy kicsit kiemeli a térből. Úgyhogy most ezt meg fogom tenni, és utána jöhetnek az utolsó lépések. Néz ki a körvonalazás után. A szemöldökömről úgy döntöttem igazából, hogy hagyom úgy, ahogy van, nem szeretném ezt a kis végét, meg azt a nagyon mini elejét megcsinálni, úgyhogy az marad így. Villámgyorsan szempillagöndörítés, szempillaspirál és műszempilla. Azt nem fogom megmutatni, mert 50 milliószor láttátok már szempillaspirálnak, a Maybelline Snapscarát fogom használni. Azóta, hogy először kipróbáltam, többször használtam már, és őszintén megmondom, hogy az egyik kedvencem lett. Nagyon tetszik maga a kefe, tök jól tart, nem hullik le, úgyhogy nagyon-nagyon tetszik. Jöjjön a pilla, és utána jövünk vissza a rúzsra. Kezd nagyon tetszeni ez a dolog. Most jöhet a rúzs, amit megint csak úgy gondoltam, hogy az akvarellel, vagy az aquacolorrel fogok bealapozni, lealapozni, ugyanis szeretném szemhéjpúderrel megcsinálni, mert lehet meglepő, de nincsen kék rúzsom. Ugyanazzal a színnel, amivel ennek az alapját csináltuk, kihúzom a számat. A képen egy kicsit túl van húzva, egy picit bohócosra. Nem szeretném, inkább egy nagyon picit túl fogom húzni a számat, de ezt most már megpróbálom a kicsit glamúrosabb oldalon tartani, nem a kosztümesebb oldalra terelni. Legközelebb a vízben oldódó festéket átgondolom szájra, de egyébként rendben vagyunk, úgyhogy extrém gyorsan utolsó lépés, alulra egy kicsit kékesebb kék, felülre pedig feketésebb. Ez fog alulra kerülni. Mivel minden annyira fényes, igazából kifejezetten tetszik a számra a matt,
És ahogy a képen is volt, felülre egy nagyon-nagyon sötét kék, már-már feketés színt fogunk feltenni. És ezzel el is készült az első sminkje a 2021-es Hello Week-nek. Kíváncsi vagyok, hogy mit szóltok hozzá. Hogyha magára ismer az, aki rajzolta, akkor mindenképpen jelentkezzen a komment részlegben. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, holnap folytatjuk. Sziasztok!